Ez az a karóra, amiből 40 darabot kapott a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ. Az okos eszközt olyan idősek kaphatják meg, akik házi segítségnyújtásra szorulnak, és nem szükséges a folyamatos felügyeletük. Nyíregyházán 2000 óta használnak 133 darab rádióhullámmal működő hasonló jelzőkészüléket, közölte a megyeszékhelyi Szociális Gondozási Központjának igazgatója. Ez az otthoni segélyhívó azonban modernebb a korábbiaknál. A karórákhoz egy úgynevezett báziskészüléket is kapnak a gondozottak. Ebbe a bázisállomásba egy SIM-kártya van elhelyezve, egy telefonos SIM-kártya, ami alkalmas arra, hogy anélkül, hogy fizikai kapcsolatot létesítenének ezzel a bázisállomással, beszélni lehessen ezen keresztül, mint egy telefonnal. A gondozónő segélykérés esetén, vagy aktivitás változás esetén ezt a bázisállomást hívja föl, ennek a bázisállomásnak a telefonszámát, ami az ellátott lakásában megszólal. Az ellátott fizikai kapcsolat nélkül tudja használni ezt a báziskészüléket, ha annak 150 méteres körzetéből válaszol. Az órák a bőrfelület feszültségének változását mérik, így a viselője aktivitását mutatja egy monitoron. Ha aktivitási szünetet tapasztal a szerkezet, rögtön jelzi a diszpécsernek. Ezt a rendszert eddig három városban, köztük Kisvárdán is tesztelték. Az országos próbaidőszakban kétszer életet is mentett. Nyíregyházán viszont fut a Digitális Magyarország program is, mivel a minisztérium nagyon sikeresnek ítélte meg ezt a digitális karpeletet, mert valóban életet ment, segít az egészségi ellátórendszernek, segít az idős embernek, segít a gondozónak, természetesen a családtagoknak is segít ez a rendszer, ezért úgy ítéltük meg, hogy a Digitális Magyarország program keretében élesben, most már nem egy véletlen kiválasztással egy kutatás keretében, hanem aki kérte, hogy a kolléganő elmondta, és aki várt gyakorlatilag jelzőrendszeres segítségnyújtásra, megkaphatta ezt. Nyíregyháza az első között csatlakozott a Digitális Magyarország programba. A város terve, hogy 2018-ra teljesen kiépüljön az elektronikus ügyintézés lehetősége. Erről Jászai Menyhért alpolgármester beszélt. Hozzátette, két nagy célcsoportuk az idősek és a fiatalok, akiknek nem csak tudásbővítési lehetőséget, hanem eszközöket is biztosít a város. Nyíregyháza számára mindenképpen egy óriási előny az, hogy ki fog épülni a szélesávú internet elérhetőség mindenhol. Ez Nyíregyházán 99%-ot jelent, amely nagyon jó arány, figyelembe véve a nagy területi elhelyezkedés és a sok tanyabokrot. Tehát ebbe egy óriási forrásokat investált be a magyar kormány és a Magyar Telekom is. Nyíregyházi mintaprogram első között vagyunk. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a digitális tudás elősegíti az emberek mindennapjait, élénkíti a gazdaságot és a KKV-k helyzetén is nagyban javít.